Szeretettel köszöntünk mindenkit a Székács TV csatornáján keresztül. A mai alkalommal néptánc foglalkozást fogunk tartani kedves kolléganőmmel. Biztos vannak olyan gyermekek, illetve kedves szülők, akik nem ismernek bennünket, ezért szeretnénk bemutatkozni. Megkérem, Iczokát mutatkozzon be! Orbánné Kovács Ilona vagyok, a Székács József Evangélikus iskolában tanítok, harmadikos osztályomban, néptánccal is foglalkozom, néptánc órákat is tartok. Jó magam a Harangos Együttesben, Orosháza Néptánc Együttesében is táncolok. Ravaszné Horváth Mariannának hívnak, a Székács József Evangélikus Iskola 4. A osztályának vagyok az osztályfőnöke, néptáncot is tanítok. Hajdanán 10 évig az Alföld Néptánc Együttes tagja voltam. Jelenleg a kezdő néptánc csoport aktív tagja vagyok. Több mint 2 hónapja a gyermekek otthon tartózkodnak. A digitális oktatás miatt azonban nagyon sokat ülnek a számítógép előtt, és sajnos nagyon keveset mozognak. A mostani kis foglalkozásunk során viszont lehetőségük lesz arra, hogy egy kicsit mozogjanak. Erre aktivizáljuk a kedves szülőket, illetve kedves kollégáinkat is. A néptánc nem csak a testnek jó, hanem a léleknek is, hiszen zenére táncolni öröm. Bemelegítéssel kezdenénk, mint minden néptánc órán. Mindent 4-szer fogunk ismételni, kivéve a körzéseket. Ügyeljünk arra, hogy a bemelegítés során is a testtartásunk helyes legyen. Légző gyakorlattal kezdünk. Pici terpeszbe álljunk. Először, amikor beszívjuk a levegőt, magas tartásba emeljük a kezünket, amikor kifújjuk, pedig leengedjük. Tegyük csípőre a kezünket, döntsük a fejünket 2-szer egyik irányba, majd 2-szer a másik irányba. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 és 1. 2-szer le és 2-szer fel. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 és 1. Az egyik kezünket emeljük magas tartásba, a másik karunk pedig marad mély tartásba. Karhúzogatás következik, 2-szer majd karcsere. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 és elég. Tegyük várra a kezünket, várkörzés következik előre, majd hátra. Újra előre, és hátra. Tegyük a kezünket oldalsó középtartásba. Kis köröket körözzünk előre, tehát tölcsérkörzést, majd hátra. Egyre nagyobbakat, ugyanezt hátra, először apró kis köröket, majd egyre nagyobbakat. Tegyük csípőre a kezünket, törzsdöntés következik egyik oldalra, 2-szer vagy másik oldalra. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 és elég. 2-szer előre döntjük a törzsünket, 2-szer hátra. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 és elég. A következő törzskörzés. Egyik irányba, majd vissza. Vissza. Az egyik lábunkat emeljük egy kicsit el a talajtól, és lábfej körzésbe felé, majd kifelé. Most a másik lábunkat emeljük egy kicsit a talajtól. Befele kezdjük, majd kifelé. A következő
gyakorlatnál négyszer járunk sarkon, és négyszer lábon hegyen. Egy, kettő, három, négy, 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 egy, kettő, három, négy. Következőben ugyanezt fogjuk folytatni, csak kétszer járunk sarkon, és kétszer lábon hegyen. Egy, kettő, három, négy, egy, kettő, három, négy, egy, kettő, három, négy, egy, kettő, három, és elég. Légző gyakorlattal fogjuk befejezni a bemelegítést. Köszönöm szépen! Alaplépések ismétlésével, illetve tanulásával kezdjük. Jobbra haladó csárdás. Másik oldalra. Egyes csárdás. Haladjunk előre. Egyes csárdással előre, vissza, előre, hátra. Meg tudunk fordulni. Másik oldalra is. Ezzel is tudunk fordulni. Másik oldalra is. Forduljunk meg a lengetővel is. Másik oldalra is. Ezzel is tudunk fordulni. Másik oldalra is. Folytassuk cifrákkal. Kapjuk fel a térdünket és a sarkunkat is egyaránt. Haladjunk előre. Meg tudunk fordulni a cifrával is. Bővítsük tengetővel. Tejbenfutással. Futás, cifra. Tudjuk párban is.
Dunántúli tánclépés tanulással folytatjuk. A Dunántúl, ugye a Dunától nyugatra eső terület, nagyon gazdag a néptánc világát tekintve. Megtalálható például verbunk, panásztánc, seprőtánc, karikázó, csárdás. Mi most a dudálósból három lépést fogunk megtanulni. A dudálost azt általában duda szóval kísérték, én viszont majd ének szóval fogom kísérni. Először megtanuljuk a lépéseket. Az első lépésnél háromszor lépünk előre, negyedik lépésnél mellé zárunk, majd hátra lépünk kétszer. Lassan mutatom. 1, 2, 3, 4, vissza lép. 1, 2, 3, 4, vissza lép. 1, 2, 3, 4, vissza lép. A következő lépésnél a mellézárás helyett dobbantunk egyet. 1, 2, 3, 4, vissza lép. 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 A harmadik lépésnél pedig kétszer lépünk előre, majd cifra előre, cifra hátra. 1, 2, cifra, cifra. 1, 2, cifra, cifra. 1, 2, cifra, cifra. 1, 2, cifra, cifra. Most pedig folyamatában fogjuk eltáncolni a három lépést, énekszó nélkül még először. 1, 2, 3, 4, vissza lép. 1, 2, 3, 4, vissza lép. 1, 2, 3, 4, vissza lép. Dobbantóssal folytatjuk. Vissza lép. 1, 2, 3, 4, vissza lép. 1, 2, 3, 4, vissza lép. Cifrával folytatjuk. 1, 2, cifra, cifra. 1, 2, cifra, cifra. Most pedig énekszó kíséretében fogjuk eltáncolni. Erre gyere, ne menj arra, jobb út van erre, mint arra. Erre van a kerék utca, kis angyalom gyalog útja. Kis angyalom szeme szája, többet ér, mint Budavára. Mert Budavár az uraké, de a babám csak magamé. Irigyeim sokan vannak, mint a kutyák úgy ugatnak. El akarnak veszejteni, a jó Isten nem engedi. El akarnak veszejteni, a jó Isten nem engedi. Köszönöm szépen! Áldott szép pünkösnek gyönyörű ideje. Hamarosan a pünkösdi ünnep következik. A pünkösdi jelképek, a lángnyelvek, a szélzúgás, a Szentlélek eljövetele, amelyet később fehér galamb képében is megjelenítettek. Miért hívják nálunk piros pünkösnek a pünkösdöt? Ezzel a pünkösdi rózsa piros színére utalnak. A néptánc órák nem csak népi játékokkal, néptánccal telnek, hanem néprajzi ismereteinket is bővítjük a jeles napokhoz, ünnepekhez kapcsolódva. A pünkösd neve a Pentekosztész 50. görög szóból ered. A magyarázat könnyű, hiszen a húsvét utáni 50. napon ünnepeljük. A pünkösd az egyház számára örömünnep, mert Jézus mennybe menetele után a Szentlélek leszállt az apostolokra. Szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, lángnyelvek jelentek meg, és leszálltak mindegyik apostolra. Megalakultak az első keresztény gyülekezetek, így a keresztény egyház születésnapjának is tartják. A magyar pünkösdi szokások elsősorban a keresztény ünnephez kapcsolódnak, de egyes szokások néhány eleme a pogány időkre nyúlik vissza. A már meglévő pogány hiedelmekre épült rá a keresztény tartalom, s olvadt össze egy közös ünneppé. Nézzünk néhány népszokást. Pünkösdi király választás. Ügyességi, erőnléti versenyekben választották ki a pünkösdi királyt, például tuskócipelés, karikába dobás, lovas versenyek, sportversenyek. A legügyesebb és a leg
erősebb legényt a faluban. Ezután hivatalos volt minden lakodalomba, mulatságba, sőt még az ivókban is állták a fogyasztását, egészen egy évig élvezhette ezeket a kiváltságokat. Ha van Pünkösdi király, van Pünkösdi királyné is. Pünkösdi királyné járás. Négy nagyobb lány körbevitt a faluban egy ötödiket, általában a legkisebbet, a legszebbet. Ő lett a kis királyné. Feje fölé kendőt feszítettek, vagy fátyollal takarták le. Énekelve körbejárták, felemelték termékenység varázsló jó kívánságokat mondtak a háziaknak. A végén a háziaktól ajándékot kaptak. Pünkösdölés. A Pünkösdi király és királyné páros kíséretével jelenítették meg, vagy lakodalmi menetként mentek végig a falun. Ez a szokás is adománygyűjtésre szolgált. Tavasz köszöntés. Zöldágjárás. Hajnalban az ablakokba vagy a kerítés lécek közé tűztek zöld ágakat, virágokat, bodzát, pünkösdi rózsát, jázmint, nehogy belecsapjon a villám. Májusfa, májusfa állítás. Május 1-ére virradó éjszaka vagy pünköstkor állították. A természet megújhodásának szimbóluma, az udvarlási szándék bizonyítéka. A legények csoportosan állították, színes szalagokkal, étellel, itallal díszítették. Nagy megtiszteltetés volt a lánynak, aki kapta. Törökbasázás. Egy kisfiút szalmával kitömött nadrágba öltöztettek, törökbasát utánozva, pálcával ütötték, hogy jó nagyokat ugrándozzon, így mentek végig házról házra. Ők is ajándékot kaptak. Rabjárás. A fiúk a lábuknál összeráncolva mentek a lányokhoz, mint a katonák. És ők is ajándékot kaptak. Csíksomlyói búcsú. Az egyik legfontosabb Mária kegyhely Csíksomlyón található. A hívek pünkösd szombatra zarándokoltak a kegy templomhoz. Mise után felvonultak a két Somlyóhegy közé. Ez a népszokás ma is élő hagyomány. Egyszer nekem is volt szerencsém meglátni és végigélni. Végül szeretnénk megtanítani nektek a pünkösdhöz kapcsolódóan egy szép pünkösdi éneket. A címe a Két szál pünkösdrózsa. Két szál pünkösdrózsa, kihajlott az útra, el akar hervadni, nincs ki leszakítsa. Nem ám az a rózsa, ki a kertben nyílik, hanem az a rózsa, ki egymást szereti. Nem szeretlek másé, két piros orcádé, szemed járásáért, szád mosolygásáért. Két szál pünkös rózsa, kihajlott az útra, el akar hervadni, nincs ki leszakítsa. Nem ám az a rózsa, ki a kertben nyílik, hanem az a rózsa, ki egymást szereti. Nem szeretlek másé, két piros orcádért, szemed járásáért, szád mosolygásáért. Mindenkinek kívánunk áldott, szép pünkösdi ünnepet!